Most még nyitott kapukkal és karácsonyi dekorációkkal várják a látogatókat az Aquarius élményfürdőben, ahol a gyógyvizes medencében hétköznap délelőtt is sokan pihenik ki a hétköznapokat, vagy vesznek részt gyógykezeléseken. Nyíregyházán jelenleg ez az egyetlen fürdő üzemel, amely egész évben a Sóstó egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Podlovics Lajos vezérigazgató azt mondta, bár a Covid miatt eleve felkészültek a forgalom visszaesésére, a nyári látogatottság várakozáson felül alakult. Nagyon nehéz volt tervezni az idei évet, de a nyári vendégszámunkat azt körülbelül egy olyan 60-70 ezer fővel tudtuk meghaladni, ami egy kifejezetten impozáns és jó szám. Így majdnem 200 ezer vendéget fogadtunk, egyébként 460 ezer vendéget terveztünk vállalati szinten erre az évre. Most olyan 441-442 ezer vendégnél járunk teljes vállalati szinten, ami azt jelenti, hogy a tervet majdnem fogjuk tudni hozni. Annak ellenére, hogy októberben ugye az energiaválság, amikor begyűrűzött, ezt már ugye a jeleit lehetett látni, a Júlia fürdőt és a Hotel fürdőházat be kellett, hogy zárjuk, és ennek ellenére majdnem terv közeli teljesítés lesz. Nem fogjuk szerintem teljesen elérni, de tekintve, hogy két egységünket bezártuk, ez azt gondolom, hogy egy jó mérőszám. Podlovics Lajos úgy látja, a bezárt egységek vendégkörét többnyire át tudta venni az élményfürdő, illetve a közelben lévő szálláshelyekről is sokan választják napközben az Aquarius szolgáltatásait. Ettől függetlenül a vezérigazgató szerint január 9-e után el kell kezdeniük a karbantartási munkálatokat. Ezt nem csak a jogszabályi kötelezettség indokolja, de a megemelkedett rezsiárak is. A következő év az nyilván egy nagyon-nagyon nehéz év lesz. Január 9-től be fogunk zárni, karbantartás miatt tervezünk bezárni, és hogyha az energiaárak úgy maradnak, ahogy pillanatnyilag vannak, ami azt jelenti, hogy mondjuk az augusztusban, szeptemberben várható árakhoz képest azért mind a gáz, mind a villamosenergia ára alacsonyabban van. Most kicsit emelkedni látszik napjainkban, ezekben a napokban, de bízunk benne, hogy talán nem fog olyan mértékben emelkedni, ami lehetetlenné tenni a működésünket. És akkor ez azt fogja eredményezni, hogy január 9-től február 3-ig az élményfürdő egy nagyobb karbantartás miatt bezár, és január elején fogunk a tulajdonossal majd döntést hozni közösen az akkori árak ismeretében, hogy február 3-tól akkor tudunk-e tovább működni. De ha esetleg nem is tudunk, akkor is csak március végéig leszünk zárva, és áprilistól újra nyit majd a fürdő, de én nagyon bízom benne, hogy a február 3-at meg tudjuk majd célozni. A vezérigazgató kiemelte, hogy a Covid időszak alatt a Nyíregyházára érkező külföldi turisták száma 10% alá esett vissza, de ezt 2022-ben sikerült visszatornázni 30%-ra. Ez még mindig 10%-kal kevesebb a Covid előtti időszak arányaihoz képest, amikor a belföldi turisták adták a látogatók 60%-át, a külföldiek pedig a maradék 40%-ot. Podlovics Lajos úgy fogalmazott, az orosz-ukrán háború miatt jelentősen csökkent az ukrán vendégek létszáma. Emellett a vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a nyíregyházi önkormányzat továbbra is segíti a nyíregyházi lakosok kedvezményes áron történő belépését a fürdő területére, illetve a nagy népszerűségre való tekintettel a jövőben bővíteni szeretnék a szauna szolgáltatásaikat.